Lehet, lehet. Igen, még a kocsi. No, hát akkor szerintem kezdjük is el. Srácok! Mehet? Jó. Okay. Jó estét, urak, hölgyek! Újbóli kedd. Ja, és a cím, persze. A cím a lelki fröccs. Nemrég találkoztam egy fotóssal, aki teljesen ki van bukva. Ott éppen fotóz bennünket és a vendégemet. Azt mondja, olyan jó lenne leülni a teraszra végre, egy jó fröccsöt meginni a barátaimmal. De hát, türelem, rózsát terem, illetve fröccsöt terem. Urak, hölgyek, miről fogunk ma beszélni? Mert hát ez szerintem nagyon fontos dolog. Mindenki életében rengeteg trauma van. Trauma, azt gondolom, hogy nem kell különösképpen ragozzam, hogy az micsoda, mert ez azért jönnek-mennek. De ami engemet érdekel, egy adott trauma feldolgozása. Hogy az hogyan történik. Na, hát igen, nagyon sokféle hozzáállás van akár a pszichoterápiában is, és de most egy olyan embert hívtunk meg, aki hát ismert, híres, neves, sikeres, annak is mondható, vagy mondható, Kemény Dénes, egykori szövetségi kapitány, aki nagyon-nagyon sok-sok éven keresztül sok-sok dicsőségre vitte a magyar vízilabda válogatottat. Jó estét, szia! Jó estét, szia! Hogy érzed magad, Dénes? Szerencsére, amit fölírtál, abból egyik se vonatkozik rám, nincs szükségem éppen lelki fröccsre, volt, hogy volt. Nincs szükségem trauma feldolgozásra, de volt, hogy volt. Na, erre lennék kíváncsi, mert azért, te most hány éves vagy? 66 múltam. 66. Azért nem kevés trauma történhetett egy 66 éves ember életében. Mit szoktál te ilyenkor csinálni, amikor bekövetkezik? Zett. Hát első trauma, amit egyébként nem traumaként éltem meg, mert sehogy sem éltem meg, az 3 éves voltam, elváltak a szüleim, és apámmal maradtam. 3 éves gyerek azért az anyja nélkül, az nem hétköznapi, de annyi feladatom volt, ugye azért az átkosban nem volt mese, ott nem lehetett 8 óra 2 percre beírni a suliba, nem lehetett, hogy nem írod meg a leckét, vagy a szünetbe írod meg, meg ilyenek, tehát az iskolát komolyan kellett venni. A sportolást meg még inkább komolyabban kellett venni, mert nem okvetlenül kedves szavakkal kezelték a gyerekeket sem. De imádtuk, és bárhogy is esetleg hangosabban szólt hozzánk az edző, örömmel mentük. Tehát én nekem olyan hamar megvolt az, ami elvonja a figyelmemet az esetleges nyafogástól, vagy esetleges trauma élménytől, hogy ott igazából nem is, ez nekem nem is az volt. Első traumák akkor történtek velem, amikor egy-egy meccsen rosszabbul játszottam, vagy egy-egy meccsen kikaptunk, amit például, meg kell nyerni. Például lesz, amikor rosszabbul játszottál, te hogyan dolgoztad fel? Mit csináltál? Én már akkor, és ez később egyébként az előbb eltelemtett szövetségi kapitányi időszakban is tudtam használni, már akkor gondolkoztam. Tehát érdekes. Tehát az ember rosszabbul játszik, akkor végig gondolja, hogy mit csinált. Ehhez az elsődleges az, hogy traumaként éld meg. Ha te lerázod magadról, akkor nem törődsz vele. Ha te úgy éled meg, hogy nyertünk, de én nagyon-nagyon barom voltam ma, akkor elkezdesz gondolkozni az okokon. Lehet az ok a felkészülés, lehet az ok rosszul döntöttél meccs közben. Lehet, hogy bizonyos kivitelezéseket, ugye jól döntöttél, de rosszul csináltad, mert vagy hétközben elhanyagoltad, vagy hiába adtak tanácsot, hogy a technikádon milyen irányba javítsál, ezt te nem tetted meg, és ezek óriási segítség a fejlődéshez. Tehát mindjárt visszadom a szót. Például a válogatottnál az egyik legnehezebb hátterünk az az volt, hogy ritkán kaptunk ki. És hogyha te nem kapsz ki, nem traumaként éled meg az egyébként gyengébb teljesítményedet, mert győztél. Sokkal kevésbé vagy arra fókuszált, hogy javítsál magadon, mert az eredményező tábla megvédett. Azt szerettem volna megkérdezni, még amikor fiatal játékos volt,
utána, és akkor ez bekövetkezett. Volt a csapatban valaki bizalmas, akivel ezt meg tudtad beszélni, vagy ezt úgy döntöttél, hogy te ezt magad rendezed? Én inkább megpróbáltam ellesegetni a játékosoktól, amit úgy gondoltam, hogy jobban csinálnak társaktól. Nem szövetségi kapitányként? Nem, gyerekként. Gyerekként a játékos társaim közül, ha valaki valamit jobban csinált, azt megpróbáltam ellesni. De az, hogy én vele beszéltem volna meg, hogy miért játszottam gyengébben, az nálam nem volt tipikus. Egyébként is én velem megbeszélték az edzőm is, meg az apám, aki soha nem volt az edzőm, mindig más korosztály edzője volt, de azért mégiscsak vízilabda edző volt ahhoz, hogy a vasárnapi ebédnél illendőségből a levestől a palacsintáig ott kellett ülni, és nem tudtam megúszni, hogy ne mondja el a véleményét. És nyilván ellenálltam, mint minden kamasz gyerek, de nyilván, amikor magamban maradtam, azért elgondolkoztam, hogy mennyi mindenben igaza van. Mindenben nincs persze, mert ugye én jobban tudom, de nagyon sok mindenben igaza van, és titokban, már úgy, hogy neki nem számoltam be, elkezdtem koncentrálni az általa, vagy az edzőm által nekem figyelmemben ajánlott fejlődési lehetőségeket. Tényleg, a legtöbb ember a munkai problémáit valahogy tudja menedzselni valahogy. Most ne nézzük azt, hogy sikerrel vagy nem sikerrel, de hát ott vannak az érzelmi konfliktusok. A kemény Dénest téged, mint embert volt, hogy egy nő kipicsázott? Tehát, hogy én nekem csalódnom kellett egy hölgyben. Nem csalódnod kellett, kirúgott Dénes. Persze, hogy volt. Miért neked nem volt ilyen? Hogy ne lett volna? Látod, már rögtön visszakérdezel. Nem, csak úgy kérdezted, mint hogy ez egy... Hogy ne lett volna? Ez egy nonsens. Nem. Hiába voltunk fiatal, jóképű vízilabdások, akik miatt azért ugye a lelátó fele általában nő volt. Ennek ennél ezeken mindenki keresztül ment. És később is. És azt gondolom, hogy ez a legnehezebb egyébként, te szóba hoztad a munkahelyet, munkahelyen a legnehezebb, hogy az ember nem tudja nem bevinni azt az érzelmi krízisét, ami az semmi köze a munkahelyének. Hogyne? És hogyha te jó főnök vagy, és jók a receptoraid, akkor kiszúrod, hogy most egy hétig, két hétig, esetleg egy hónapig másképp kell nézzél azokra a munkatársaidra, akik mondjuk egy ilyen krízisben vannak benne. Na most visszatérve az ilyen különböző érzelmi konfliktusokra, akár párkapcsolat terén, mert gondolom, hogy azért tőled rengeteg mindent kérdeztek már. Rengeteg interjút adtál. Nagyon sok mindenről. Itthon, külföldön egyaránt. De hogy például az különböző érzelmi traumákat a hölgyekkel, például, hogyha ez bekövetkezett. Igen. Egy ilyen, tehát a pasiknak általában, hogyha egy hölgy véget vet a kapcsolatnak, ez nem tesz jót nekik általában. Megsértődnek, dühösek lesznek, haragszanak, nem értik. Volt ilyen nálad, hogy nem értetted, hogy ez miért lépett le? Alapvetően csak ilyen volt, mert én mindig úgy gondoltam, hogy én nem szolgáltam rá, de hát ugye nem csak engem kéne megkérdezni ezeknél a döntéseknél, de én saját magam nyilván mindig föl voltam háborodva, és engem az ilyen helyzetek általában földhöz csaptak. De szerintem nem odaadó férfi az, akit, hogyha elhagynak, az nem csapja a földhöz. Figyelj, ez egy nagyon érdekes dolog, visszaballagok a táblához, mert amiről beszélsz, tehát feldolgozás, ezt most letörlöm. Kedves nézők, nem az igazi a tábla, de javítunk rajta, mert amit felírtam, az látható lesz. Na, tehát egykor már mondtam, hogy múltkor, hogy önbizalmat hogy lehet szerezni. Tehát egyrészt önmagunk életében vannak a racionális megmérettetések, és vannak az emocionális megmérettetések. Az emocionális megmérettetés minden olyan konfliktus, ami különböző érzést vált ki bennünk, hogy azzal mit kezdünk. Mi pasik általában ebben erősek vagyunk. Ezt elneveztem mateknak egykor. Ez a matek. Például kirúgnak, vagy kirúgtak annak idején, és akkor azt mondtam, a szemét kurva ott hagyott. És hogy képzeli?
dühös voltam, elküldtem, bebasztam, stb. Szóval volt és sajnáltattam magam ezerrel, békosegge alatt voltam, és nem értettem legfőképpen, mert hogyha megnézem ezt, ami tőlem telhető, mindent megtettem, sőt, még azon felül is. Nem értettem. Mi hiányzik? És akkor sok-sok idő után rájöttem arra, hogyha tegyük fel, én jól szeretném magam érezni, hogyha ezzel nem vagyok tisztában, ezekkel a törvényszerűségekkel, amint általában a törvény nem ismerete senkit sem mentesít, így bennünket sem mentesít, tehát jó lenne ezen a téren is talpon maradni, és megérteni, hogy a hölgyek miről beszélnek. Tehát érzelmi konfliktusokat megfelelően kezelni, hát a legtöbb pasinak ebbe beletörik a bicskája egy jó ideig, de neked most már nem. Ezt nem tudom, majd egy 5 év múlva, hogyha újra találkozunk ilyen körben, akkor lehet, hogy lesz egy újabb élményem, tapasztalatom. Nem tudom, hogy beletörik, nem törik, de úgy látom, hogy te se írtál le a jobb oldalra 2 nyillal. Hát szándékosan nem írtam. De megvan neked? Hogy mi a az? A jobb oldalra mi következik? Ha, hogy? Na. Melyek vissza? Hát azért, mert... Tehát képzeld, én a jobb oldalra én azt szoktam írni, hogy ezért általában megtanuljuk az életben, hogy jó lenne felelősséget vállalni. Tehát megcsináltam, elviszem a balhét. Na most, itt meg ugyanez jó lenne méghozzá felelősséget vállalni ezért. Na és itt jön a magyar embernek a nehéz konfliktus. Mert mi pasik, hogyha a férfiakat nézzük, ebből a szempontból kifejezetten zárkozottak vagyunk. Mert hát egykor arra kondicionáltak bennünket, hogy az érzések kimondása és megélése, hát nevezhetjük szégyennek, hogy akkor pipogyának tűnünk, nyuszinak, stb. Rinyálónak, stb. Tehát éppen ezért sokáig tartott, amíg rájöttem, hogy azért, amikor én ezekről beszélek, akkor megkönnyebbülök. Annyi felmentés azért adnék a férfiaknak. Én nem támadom őket. Tudom, de attól még ehhez képest, hogy az esetek többségében a hölgyek azt a fázist, amikor eljutnak a jó állapotból, jó párkapcsolati állapotból a szakításig, azon a fázison belül nem elég közlékenyek. Nekem az a tapasztalatom, hogy segíthetnék a kapcsolat megtartását annyiban, hogy menet közben tájékoztatják a férfit, hogy figyú, nem ok, ami ott a bal oldalon van, hanem most már csak félig ok, és egyébként ez az oka, hogy félig ok, és nem pedig egészen, és akkor szerintem lehet, hogy ugye nem jutnánk el a végkifejletig. De nézzük meg az okokat. Mert amikor elkezdünk beszélgetni arról, hogy miért történnek meg ezek a dolgok, nézzük meg a csajokat, a kedves hölgyeket. Általában én azt tapasztalom, hogy a hölgyek tetszik nekünk pasiknak, vagy nem, akik azt hiszik, hogy mi vagyunk a teremtés koronái, ugye? Nem vagyunk azok. Legtöbbször nem vagyunk azok. Tehát ki hordja a nadrágot? A hölgyek. De nem tudom, mennyire vetted észre, hogy milyen érdekes ez az ikon. Tudod, miért érdekes? Mert azért érdekes, mert most vettem észre, hogy az illető hölgynek töke van. Tehát valami lóg a lábuk között. Igen, én úgy tanultam meg, hogy a nyíl az egy bizonyos dolgot feltételez. Oké, de... És ezért a másik pedig a nő. Igen, csak ez most jutott eszembe. Na pontosan erre akartam kitérni, hogyha megnézem azt a 2 jelet, hogy a nők és a pasik sajnos a hölgyek hordják a nadrágot. De ez nekünk nem baj. De hogy nem baj? Addig nem baj, figyelj. Ameddig minden harmonikus.
Nagyon jót mondasz, mert az egyik legfontosabb egy párkapcsolatban az, hogy ez kölcsönös legyen. Két T betű. Tehát a hölgy tisztelettel fel tudjon nézni a pasira, mind racionális, mind érzelmi önmegvalósítás terén, és a pasinál is borzasztó fontos, hogy a külsőségeken kívül, hogy fel tudjon nézni a hölgyre, hogy az nem tutyimutyi. Jó, de hadd mondjak valamit. Azért a hölgyek szeretik hordani a drágot, de egyidejűleg szeretnek felnézni a csávóra. És na, amikor ez megborul, akkor van a jobb oldal, hogy felelősséget kell vállalni. Látod, ezt az egyensúlyt fontos megtalálni nekünk pasiknak, és amikor erre rájöttem, én önmagam traumáival kapcsolatosan úgy kezdtem el hozzáállni, hogy mi is az én felelősségem ebben. És ez nekem nagyon sokat segített. Mert abban a pillanatban megszűnt a másokra való mutogatás, és rájöttem, hogy ez egy hatékony hozzáállás. Mert ez a másikra van az összecsai szemét kurva, kihasználtak, megaláztak, stb. Eközben rengeteg idő telt el, és az időt én nem az önfejlesztésre, önépítésre használtam, megújulásra, hanem éppen sírattam saját magam. Hát igen, vagy analizáltad a múltat. Vagy analizáltam a múltat, hogy miért lettem ilyen hülye. Igen, a férfi felelőssége az, hogy fogadjon el annyi nadrághordást, hogy az nem menjen a párkapcsolat rovására, mert a nők szeretik hordani a nadrágot, de azért azt se szeretik, ha nem tudnak felnézni a... Igen, de akkor szeretik hordani a nadrágot, hogyha mi ezt megengedjük. Hát, vagy felajánljuk. Nem kimondva, hanem úgy tesszük a dolgot. Hát ez a imádok pecázni, szeretem a pörköltet, meg néha ágyba bújni, minden megvan, elengednek pecázni a haverokkal, meleg vacsora vár otthon, jól érzem magam, és akkor ez 100%-os egyenlő, gyerekkoromban erre azt mondták, hogy papucs. Képzeld, én sokszor láttam azt, hogy nem tudom, mennyire figyelted meg az utcán a közlekedő párokat. Én nagyon sokszor röhögök egy szitun, hogy a csajok nagyon sokszor kifejezetten csinosan közlekednek, és peckesen. Kihúzzák így magukat, és így mennek, így. Mögöttük a kedves partner, meg ezt csinálja. Így. Mint egy mackó, úgy ballag. És képzeld el, kaptam is egy ilyen levelet, hogy kedves doktor úr, okozhat-e problémát, ha egy kapcsolatban 8 évvel idősebb a nő? Jelen esetben 32 éves nőről, 24 éves férfiról lenne szó. Lenne értelme, vagy a kapcsolat kiegyensúlyozottságához max. 2-3 év különbség férne bele. Köszönet, egy 30-as csaj kérdezi. Neked volt már idősebb hölgy partnered? Tehát gondolom fiatal korodban azért leakasztottál egy pár... Teljesen más fiatalon, tehát amit most itt említenek, 20 évesen, 5-8 évvel idősebb hölgy, az én azt gondolom, hogy abszolút lehetnek partnerek. Azért nem tanácsolnám hosszú távú párkapcsolatnak, nem véletlenül nem terjedt el. Tehát nem csak, hogy nem terjedt el, hanem képzeld, nem véletlen, hogy ebbe a hölgybe felmerül ez problémának. Hát ugye, hogy veszi a tasztatúrát és levelet ír neked ezért. Tehát már itt valami csikorok. De az is előfordulhat, hogyha van néhány éves boldogság terve, akkor ez abszolút belefér. Csak lehet, hogy nem arra gondol. Hát... Most nézzük a különböző konfliktusokat egy ilyen szituban. Egy 30-valány éves hölgynek egy 24 éves segget jó megfogni, nem? De fordítva feszes, jó, de most fordítva nézzük. Tehát a fiatalság, bolondság. Tehát jó azt a kemény szövetet megfogni. Na de, ez azzal jár, hogy míg ez a 24 éves állandóan ágyba akarja vinni a hölgyet, feltételezhető, mert tombolnak a hormonok ezerrel, de hát a hölgy már szeretne valami mást is. Hölgyeknek... Múzeumban menni? Hát persze, tudod, a hölgyeknek előbb-utóbb ketyeg a biológia órájuk, és akkor... Szeretne gyermeket. De a pasi az még ettől nagyon-nagyon messze. Persze, még nem is érett hozzá még. Nem is érett, nem is teljesedett ki, feltehetőleg nem mindenki találja meg elsőre azt, amit szeretne csinálni. Tehát ez egy hosszadalmas dolog. De szerinted levelet írt volna, hogyha eddig nem jutott volna magától? Szerintem ezt ő tudja.
Szerintem érzi, hogy valami nem stimmel. És általában, amit én látok, hogy látod, felírtam a tiszteletet. Igen. Tehát a kölcsönös tisztelet, ez a kedves hölgy már valamilyen szempontból elkezdte nem tisztelni a pasit, ezért megfogalmazta, hogy érdemesebb-e. De racionális szempontból közelítette meg, hogy ezt a 8 évnél idősebb a hölgy. Én nem így tenném fel a kérdést, hanem úgy, hogy kedves doktor úr, okozhat-e problémát az, ha felismertem, hogy a fiatalabb partnerem, aki 24 éves férfiból van, megéreztem, hogy elkezdtem nem tisztelni abban, hogy nagyon sok szituban gyerekes. Hát azt kell neked mondjam, hogy nem volt nagyon bölcs, mert ez szerintem az első nap is sejthető volt, hogy viszonylag rövid időn belül, szerintem az első nap se tisztelte, csak beleszerethetett az előbb említett okoknál fogva. Egyrészt. Másrészt tudod, van az ugródeszka effektus, hogy a 32 éves hölgy életében történt egy súlyos trauma, nem került feldolgozásra. Hát amit nem tudhatunk, de sejtjük. Itt nagyon sok opció lehetséges, és akkor éppen ezért a pasi az nem, hogy azt hiszi, hogy ő a főnök, mert ő, aki a földbe döngöli a hölgyet az ágyba, miközben csak kompenzál a csaj vele. A saját problémáit, a saját más által megsértett nőiességét. Ez a felállás végül is életképes lenne, hogyha nem egy traumából jön a hölgy? Figyelj, ez kulcsfontosságú, ez a párkapcsolati trauma feldolgozása, ha nem következik be, akkor én nagyon sokszor, hát 25 éve vagyok orvos, és akkor véghallgattam olyan párbeszédeket, hogy a hölgyek panaszkodnak például ismerkedésnél, új randevúnál, hogy a pasi nagyon gyorsan lezongoráz, hogy ő mivel foglalkozik, hogy milyen erős potens a munkahelyén, és ugyanakkor meg 10 perc múlva elkezd beszélni a volt kapcsolatáról, hogy bezzeg a másik, hogy megszopadtak, hogy kihasználtak, hogy megaláztak, hogy pedig a segge alá toltam mindent, anyagilag, stb. Tehát nagyon sokszor az urak arról beszélnek, hogy őket mennyire nem csak hogy kihasználták, visszaéltek a bizalmukkal, de valójában ez egy feldolgozatlan trauma. De ez hát fordítva is igaz. Helyes az, hogy a hölgyekkel megbeszélj? Hát, figyelj ide. Akivel egy induló helyzetben van? Figyelj, nagyon-nagyon sokan ezt megcsinálják. Nagyon sokan. Például nagyon egyszerű. Na és te mióta vagy egyedül? Hát, 2 hete. Mi? Hogy történt? És akkor ezt sokszor észrevettem azt, hogy annak idején, amikor pszichotikusokkal beszéltem a Lipót mezőn, ilyen felvétel kapcsán, és a mentős leírta, hogy halucinál. Én meg azt szoktam csinálni, hogy hallom. És akkor azt mondja, mit? Hát mondom, a hangokat, amelyek beszélnek, tényleg hallja. Hát mondom, persze. De csak bizonytalanul mondjál, hogy mit mondanak, és elmondta. És akkor tehát az akkor együttérzés, pontosan az együttérzés, az nagyon sokszor kihozza a nyulat a bokorból. Hát, vagy beállítod magad hasonló szerepkörbe, mint ő, akkor... Megvan a közös nevező. Közrablában van ilyen, ez a kispad barátsága. Egyik se játszik, nagyon jóba lesznek. Okay. Együtt szígyják azt, aki játszik. Hogyne, hát ez klikkesedés szimbolikája. Hogyne tudnám. Na, szóval visszatérve erre, ez a kölcsönös tisztelet meg akkor működik, hogyha, na ez egy nagyon izgalmas dolog. Azért, kedves nézők, azért ugrándozok, és a kedves operatőrnek így kénytelen kelletlen követnie kell engem, de egy nagyon kedves, csinos hölgy csinálja ezt, hogy tisztelet a másik irányban, ez tök jó lenne, de előtte kéne egy ilyesmit létrehozni. Na és ez 5-nek néz ki, de nem az, mert ez most ötöltem ki, ön tisztelet, valójában önbecsülés,
nevezzük önbizalomnak, de ez csak olyankor következik be, hogyha én a különböző élethelyzeteimben nem hazudozok magamnak. Ez kutya nehéz. Kutya nehéz. Hát figyelj, az öntiszteletnek az alapja nyilván az önkritika. És ezért például a teljesítménysport, ahol az eredményt kiírják, és nem lehet magyarázni, mint a politikában, teljesítménysport azért beleneveli az emberben az önkritikát, legfeljebb nem nyilvánosan teszi, nem a társak előtt teszi, hanem odahaza a reggel a fogmosás közben belenéz a tükörbe, az még mindig jó, mint egyáltalán nem teszi. Na itt jön a különbség. Míg a pasik azt mondják reggelente, jó nagy fasz voltam, és le van tudva. Hát igen, az... Kb. Nem is tudom, minek nevezem. Önfölismerés, nem tudom. Tehát... Vagy hogyha még a társak leülnek egy ilyen vesztes meccs után, akkor bebasznak. És akkor elmondják, hogy te bezeg akkor, miért nem emelted fel a kurva kezedet, mert hogyha felemelted volna, akkor az nem baszta volna be. Te meg ne dumáljál, bazd meg, amikor visszaúszásnál meg az történt, mi a faszomat csináltál a rossz kéz oldalon, meg sorolhatom. Egész jó, benne vagy a vízirabban. Most már pár éve. Jó, pár éve. Szóval, de megbeszélik. Világos, ez egy lépés előre. Tőlem ilyen céges rendezvényeken kérdezik, hogy tudtunk vereségből fölállni. Hát sokkal könnyebb volt, mint győzelemből javulni, mert ugye a győzelemben nem jut eszedbe, hogy javulnod kell. A vereségnél az ember először összetörik. Szerintem ez rendben van. Nem törtél össze, akkor nem kezdesz el gondolkozni az okokon. És ha megtalálod az okokat, attól kezdve már rózsaszín, mert ha megvannak az okok, akkor tudod, hogy mit kell megoldani. És ehhez, hogyha kell az a egy-két sör, hogy bátrabban elmondjuk egymásnak, az is segít, de segíthet az edző, de az ember egyedül is rájöhet, ha érdekli. Hogyha szeretne a csapat fontos, hasznos tagja maradni, vagy egyáltalán csapat tagja maradni. Meg nyitott az önkritikára, hát, amiről beszéltél. De mondom, a gyerekkorban ránevelődsz, ha élsportoló vagy, nem mert mindenki. Kiírják a gyengébb. De nem mindenki. Most nekem a legkisebb gyerekem koronglő, most ott tartunk, hogy jó a puska. Tehát, hogyha amikor nem találja el a korongot, akkor nem a puska a hibás, mert 10-ből 8-at eltalált, és akkor is ugyanaz a puska volt a kezébe. Tehát most, hogy abba az irányba terelgetem, hogy szépen lassan csak magával foglalkozom, a körülményeket nem fogja tudni, fúj a szél. Többinek is fúj a szél. Tehát egyszerre van a verseny mindenkinek. Tehát jó, én nekem könnyebb, mert én magam ezeken keresztül mentem, és neki ezeken át kell vergődni. Hány éves? 14. Serdő. Hát serdő, persze, hát minden egyébben. Mert az, hogy oda az a szülőkkel mennyire tisztelet tudó vagy nem, senki nem érti, mert annyira helyes fiú abban a pillanatban, hogy átlépi a küszöböt kifelé. Odahaza más, de mindegy, hát van már két nagyobb gyerekem, úgyhogy azért van tapasztalatom. Serdülőkor velejárója. Na, az öntisztelet kölcsönös, eredményezi a kölcsönös tiszteletet. Na most a legtöbb ember nem tudja, hogy nem csak a kezdetben szükséges színesnek lenni, hogy a partnerrel. Igen, meg kitalálni kreatív dolgokat, meg elkápráztatni, lehozni a csillagokat, hanem ez folyamatosan szükséges. Hát vagy legalábbis valamilyen hullámzásban. Hát hullámzás lesz, mert azért ez nem baj, mert akkor újból lehet fölfelé menni. Egyértelmű, kivéve, hogyha lefelé megyek, és... És csak ott maradok. És azt mondom, hogy... Ennyi volt. Tényleg elbasztam. Tényleg, igazad van. Ezt megmondják neked, nem kell kitalálni. Megmondják, de tudod, jól esik, amikor rájössz pasiként, és akkor azt mondom neki, hogy igazad volt. De hát ezzel meg kell oldani az egót. A pasinak az egója a mai világban eléggé hatalmasan nagy. De hát azért... Arra van a feleség, hogy ezt kicsit lefaragja. Figyelj, meg is szokták tenni. Igen, megszokták. De hát azért, hogyha én figyelek, és látok, és nem csak nézek, akkor észre is veszem. Ismét a feleségem a kedvenc válasza, amikor odahaza valamint vitatkoztunk, és egy kicsit határozottabb hangnemben mondtam el a véleményem, az volt, hogy nem vagyok a játékosod. Én ezt fordítva kapom meg, hogy ne pszichiáterkedjél itt. Itthon.
Tehát úgymond az úgynevezett gyenge, hát nagyon okosak és nagyon gyorsak, de hát ez így van rendben. Hát ettől szép lesz. Pontosan. Na, kedves Dénes és kedves hallgatók, képzeljék el, eldumáltunk fél órát, és innentől kezdve, hogyha Kemény Déneshez van valamilyen, bármilyen kérdésük, nyugodtan telefonáljanak bármivel, mi meg dumálunk tovább. Na, mert hát a Kemény úrnak egy órája van, valójában, és akkor utána neki dolga van. Családi. És megy tovább, család. Szóval, visszatérve, nem kérdezem meg, hogy mostanában mit csinálsz, mert ezt mindenki megkérdezi. Most már egy stabil kapcsolatban élsz egy jó ideje. Igen. Hány éve? 2002 óta. 2002. Akkor költöztünk össze. Az 19. 19. Szóval jó hosszú idő. De voltak jó dolgok, és könnyű jobban jónak lenni. De amikor vannak a hullámvölgyek, és mind a ketten felismeritek ezt, hogy ez bizony hullámvölgy, mert biztos volt, mert 19 év az azért. Igen. Sok-sok idő. Hogy mit csináltál az utolsó hullámvölgynél, anélkül megkérdezni, mikor volt, mert nem az érdekes. Hát alapvetően ugye, már erről beszéltünk, először kell egy, nem az öntiszteletet megelőzni, egy kis önkritika, és hát át kell beszélni, ami nem könnyű, mert hiába vagytok együtt nagyon régóta, azért nem könnyű átbeszélni, mert magát mindenki egy kicsit próbálja másképp láttatni, vagy másképp is látja, mint a másik, és egyáltalán leülni, átbeszélni, ahhoz is nagy lelki erő kell, és ott elfogadni egymás szavába vágás nélkül azt, hogy a másik mit lát benned, mit szeretne másképp, és rögtön mondanád, hogy miért látja rosszul. Miközben, ha rosszul látja, ha jól látja, ha ő úgy látja, akkor neked abban az irányban nyitottnak kell legyél, hogy változzál, mert ezért cserébe kaphatsz te is egy olyat, amit meg te látsz másképp, mint ő saját magát, és ő változna. Na most ezt itt így veled nagyon faszán meg tudom beszélni, már elnézést a kérdésére, hölgyeim. De nyilván, ha mind a ketten érintettek vagyunk, ugye az asszony meg én, akkor azért ott jobban vibrál a levegő. Tehát itt most racionálisabbak vagyunk. Ott... Kétségtelen. De van egy nagyon érdekes szófordulat, hogy... A legtöbb ember ilyenkor azt mondja, hogy úgy gondolom. És a gondolat mögött van egy racionálisan lefektetett logika. Lépésről lépésre eljutok az úgy gondolomhoz. Tapasztalat is, meg szumma is, felismerések, stb. Stb. De képzeld el, amikor valaki azt mondja, hogy úgy érzem, na itt jön a dolgok neheze. Mert az érzéseket nem lehet megkérdőjelezni, mert abban a pillanatban valami miatt ő úgy érzi. Tehát... Én nekem az úgy gondolom erősebbnek tűnt megjegyzésként, vagy érvként, mint az úgy érzem. Holott az úgy érzem, az tényleg szent és értetetlen, mert úgy érzi, és kész. Pontosan. De ugye mind a kettő mögé kéne tények. És az úgy érzem is ülhet, meg az úgy gondolom is ülhet, hogyha tudsz egy vagy két igazoló tényt mellé tenni. Tény. Csak ugye azt az emberek szeretik azért nem mondani, vagyis hát én ilyen helyzetekben voltam, mert nem akarod nagyon meg sem alázni a másikat, hogy... Kivéve egy... Ha véded magad talán akkor... Nem. Kivéve akkor, hogyha megkérdezed a másiktól, hogy szívem, lenne kedved időd velem őszintén beszélgetni? Igen. És a másik azt mondja, hogy persze, drágám. Csak nem így van. Hát csak ez a legtöbb embernek ilyenkor nem jut eszébe, hogy, hát akkor tényleg jó, úgy kell, igen. Hogy jó lenne megkérdezni. Jaj. És hogyha a másik engedélyt ad, akkor ilyenkor én azt szoktam ajánlani és tanácsolni, ami a csövön kifér. Igen, mert ott az a pillanat, és másnap már nem ugyanaz lesz a pillanat, akkor megpróbálunk ezek szerint tenni-venni ahhoz. Olyankor már belerondítana, hogyha még az előző nap elfelejtett dolgokat még gyorsan hozzábigyeztet függelékként. Bizony. Tehát ez az... Felhívás a táncra, csak verbális szinten, egy őszinte beszélgetésre, és még hozzá is fűzhetem azt, hogy
Lehet, hogy amit mondani fogok, az neked nem fog tetszeni. Hát nem, mert az biztos. Azért ültünk le. Igen, ezért ültünk le, de ennek ellenére, hogyha én tudom, hogy ő fel fogja kapni a vizet, akkor én megelőzöm ezt hangosan kimondva, mert tudod, hogyha ezt hallja valaki, akkor nagyon nehéz ugyanazt megcsinálni, hogy elkezdeni csapkodni, amikor azt mondták, hogy tudom, hogyha elmondom, te csapkodni fogsz. Igen, de viszont ha ezeken nem mennek keresztül, akkor nem lesz rend utána. Tehát ez egy pillanat ahhoz, hogy ha már be tudod tenni a mosogatóba a koszos tányért, miért nem a mosogatógépbe teszed egyből? Például. Ötlet. Például. Mert ez ugye egyszer-kétszer jópofa, két év után meg már ugye földgyüremlik. Na, itt jön egy nagyon-nagyon fontos dolog az öntiszteletnél, mert azért nagyon sok, úgymond, hol is van a traumát, azt letöröltem, csinálunk magunkkal szemben, tehát becsapjuk magunkat ilyen-olyan eseményekkel, és mindig vannak az intőjelek. Mint ahogy ez a 32 éves, és amikor ezt leírta... Már voltak intőjelei. Voltak intőjelek, ezért írtam meg ezt a négy sort. És az intőjelek, meg az kezdetben egy csengő, majd a sok csengő összeadódik egy harangszóvá. De, hogyha hiába hallom a harangot, hogyha én azt mondom, hogy a másik, képzelt fiatal orvosként, akkor figyeltem meg, amikor megkérdeztem, hogy és mióta nem érzi jól magát a kedves partnerével, és nem tud rá felnézni férfiként. És a csajok, fú, nagyon gyorsak. Azt mondták, hogy így kapásban. Ő olyan rendes ember. Dühös lettem. Mondom, asszonyom, azt kérdeztem, hogy ő milyen rendes ember. Azt mondja, nem. Még hát, tudta is. Védeni akarta valószínűleg. És akkor tudod... Csak nem, az nem megoldás. És tudod, mi történt utána? Azt mondta, már régóta. Már régóta nem. Tehát ez, hogy ő olyan rendes ember, valójában ilyenkor nagyon sok az illető elkezdi védeni saját magát egy nagyon fájdalmas, potenciális döntéstől. Hát egyfelől, másfelől a nők rövidebb ideig, mint a férfiak, de azért egy darabig mindenki próbálja védeni a meglévő helyzetet, és aztán utána, amikor az számára már nem elfogadható, vagy nem jó, akkor nyilván harcias lépéshez szállja el magát. Nagyon sokszor. De hát nézzük meg egy pasi levelét. Egy, kettő, három. Három sor. Mondjuk a köszönettel Tamás, az mondjuk egy harmad. Tehát nagyon tömören fogalmaz. Elvált apa vagyok. Attól félek, hogy a kisfiam lelkileg sérül azáltal, hogy mindig ott hagyom. Nem fog ez lelki sérülést okozni neki. A házasságunk a feleségemmel azért végződött válással, mert teljesen kihűlt. Teljesen megszűnt az intimitás. Hát ez másképp is lehet fogalmazni, de elegáns. Én azt gondolom, hogy az, hogy ők elváltak, az teljesen normális. Nyilvánvaló, hogy ha a gyerek ennyire fontos az apukának, akkor mielőbb tanácsos lenne a újbóli család összerakása, nem pedig gyereket babysitterre hagyni. Nem, hogy mindig ott hagyom. Ez azt jelenti, hogy elviszi láthatásra, érted, és hazaviszi. És amikor hazaviszi, akkor ott hagyja. Az hát ott hagyja, mert két hetente van, két napja szegénynek. Pontosan, jelenlegi törvények. De ma már nagyon sok olyan válás utáni helyzetet ismerek, de tényleg nagyon sokat. Legalább 15-ről hallottam baráti körből, hogy egy hét. Igen, ez is van. De akkor is valójában ott hagyom. Én azt gondolom, hogy ez a pasi, ez ott kezdődött, amikor elkezdtem agyalni azon, most kicsit átugrunk az ezeket ilyen... elolvastad előzőleg? Tessék? Ezeket itt elolvastad előzőleg, ugye? Hát elolvastam, mert hogy tudjam, hogy milyen kérdéseket tettek fel, de ez most így eszembe jutott, hogy ezt ide tudom csatolni,
hogy elkezdtem azon agyalni jó sok évvel ezelőtt, tudod, ez ahogyha mindig felmerül ez a hitelesség, hiteles vagyok saját szemembe, mondjuk, hogyha ezt a pasi nemet megnézem, akkor férfiként, társként és szülőként. Na most ez a szülői oldal megvizsgálása, hogy mikor hiteles egy szülő a gyereke szempontjából. És nagyon sok mindent mondtak nekem az eltelt sok-sok év alatt. És észrevettem azt, hogy a szülők általában, persze most ne a különböző abúzusokat nézzük, amikor visszaélnek a hatalmukkal, az erejükkel, a pozíciójukkal, a szexualitás, szóval ezek ilyen durva dolgok. Tehát, de most nem erről beszélek. Remélem. Hanem arról, hogy észrevettem azt, hogy a szülők általában jót akarnak a gyerekeiknek. A mindenkori tudásuk alapján feltételezhető, hogy legyen jó. Na de, mindannyian tudjuk így, te 66, én 55 éves koromban, hogy a, mind ahogy a film is mondja, az élet az nem mindig habostorta, tehát vannak szép dolgok, és vannak pofonok. És észrevettem azt, hogy a traumák megfelelő kezelésére és a kudarcokra a szülők nagyon sokszor nem tanítják meg a gyerekeket. Mert védik. Meg örömet akarnak okozni. És van. Én nekem az összes apukai hibám 3 fiammal szemben, az mind abból fakadt, hogy amikor szigorú és rossz apuka kellett volna, hogy legyek az ő szemébe rossz apuka, mert fájdalmat, fáradtságot, mit tudom én, pillanatnyi lelki megpróbáltatást kellett volna okozzak ahhoz, hogy szépen nőjön föl. Nem is szépen, hanem az életre felkészítsem, hogy az lenne az ünnek a dolga, meg a tanárnak. Olyankor az ember megbicsaklik, és nem tud egy bizonyos szint fölött a gyereknek ilyen negatív élményeket okozni, ami egyébként lehet, hogy szükséges lenne, hanem inkább örömet okoz, és ezt vághatja esetleg majd a gyerek 40 éves korában a szülő fejéhez, de olyankor pedig már tiszteli annyira, hogy nem teszi, és ez ennél fogva, majd ő is el fogja követni ezeket a hibákat. Igen, ez biztos, de emlékszem egy olyan pasira, 30, majdnem 40 éves lehetett, 35-6, és játék, póker, mindenféle ilyen szerencse, szenvedélyjátékos volt, és beszélgetett egyszer az apjától, ugyanilyen hozzáállást kapott, hogy óvták, védték, szerették, gondozták mindenben, és egyszer ez a srác 17-18 éves korában elkövetett egy balhét, mert nem tudom, valami garázdaság autóval összetört, vagy stb. Lényeg az, hogy bevitték 72 órára a zsaruk. És a pasi azt mondta, hogy nagyon érdekes volt a megfogalmazás. Ha az apám ott tényleg szerettett volna és figyelt volna rám, akkor bent hagy 72 óráig, és nem hoz ki 2 óra után. Pedig ez nem igazából a tinédzser nevelés, mert ezt nyilván felnőttként csinálta, de még felnőttként is a szülői háttér nagyon fontos, és mérlegelni kell, hogy mennyire segíted, amikor egyébként hosszú távon lehet, hogy azt tenne jobbat, igen, hogy ott vagy 72 óráig, csak vérzik a szíved, mert nem tudod, mi történik, ki a raptársa, hogy fogod a gyereket visszakapni. Egy dolog, de hogyha ezt előre lefekteted, és a gyerek nem akarja ezt elhinni, és bekövetkezik. Tudod, ez olyan, hogyha vízilabdára visszatérünk, hogy nincsen zónázás, át fognak lőni bennünket. És nem zónáznak. És kulcsfontosságú meccsen elbukjuk. És te azt mondod, hogy gyerekek, megmondtam szépen a blokkok fontosságát. Ordibáltam, majd beleugrottam a vízbe. Kikértem az 1 perceimet, erről szólt végig. Miért nem emeltétek fel a kurva kezeteket?
Ez ugyanaz. Elmondom a kölyöknek, figyelj, hogyha azt csinálod, akkor ez lesz, hogyha azt csinálod, akkor az lesz. Lefekteted előre mind a két opciót. És onnantól kezdve én sokkal fontosabbnak érzem, hogy türelmes legyek, mint a pók. Hát meg, ha valamit beígérsz pozitív-negatív irányba, azt nem tartod be, akkor soha többet kisenyíthetod a szádat. Pontosan. Tehát nyilvánvaló, hogyha ez ebben az esetben tisztázott lett volna, akkor ott van az a 72 óra. Pontosan. És hosszú távon nyilván használt volna. És a pasinak 20 év kellett. 20 év állandó pofáraesés, hogy rájöjjön arra, hogy mennyire másként szemlélte volna a világot, hogyha akkor az apja... A legelső alkalommal nem akkor az apja meg. Nem menti meg. És engedi, hogy ráfázzon. Tehát, és azért jutott eszembe, mert ez az apam, hogyha attól fél, hogy a kisfia lelkiekben sérül, hogy ilyenkor ott hagyja, mert nem beszél neki róla. Hát igen, ezt nyilván nem tudjuk, hány éves a kisgyerek, de ezt nyilván már tisztázni kell. Sőt, én vagyok visszatérve erre az előbb, amit mondtam, az egy hét ott, én nem tudom, hogy a jogszabály hogy rendelkezik, de majd, hogy nem kötelezően kipróbáltatnám a gyerekekkel egy fél évre, és utána a gyereknek kellene döntsön, hogy ő szeretne inkább két hetente két napot az apjával tölteni, vagy pedig folytatná ezt egy héten itt egy héten. Az én barátaim, akik ilyen helyzetben vannak, ugyanúgy megvan a gyerek szoba. Egész héten, amikor üres, meg amikor tele van. Tehát a gyereknek mindenhol megvan a fogkeféje, mondjam. Nincs tapasztalatom a baráti körben úgy, hogy valaki már 20 éves lenne, és így nőtt volna föl, de hogy ez zajlik, ilyet tudok sokat mondani. Én olyasmit tudok, amikor nem háborúval váltak el, nem sokat, keveset, de kialakított mind a két fél új kapcsolatot, és a gyerekek az új kapcsolatukkal is jobban vannak. Normális. Tehát normális kell, hogy legyen. Hát egy normális emberi reakció, igen. Mert amikor annak idején megtetszik valaki, az nem biztos, hogy 10 évre választunk, miközben azt hisszük, hogy annyira választunk, mert hát nagyon sok mindennel nem vagyunk tisztában. Na de visszatérve, így a konfliktus megbeszélésére az előbb elkezdted. Tehát amikor voltak a hullámvölgyek, akkor mind a ketten tudtátok azt, hogy az, hogy hullámvölgy van, mind a kettőtöknek egyformán 50-50% a felelőssége? Hát mindenki úgy gondolja, hogy nem. Pedig de. Pedig valószínűleg igen, ha más nem, amit az elején mondtam, az időbeli informálással. Tehát amikor valakinél elkezdődnek a problémák a másik irányából erősödni, tehát egyre erősödő problémákat érez a társ felé, azonnal kéne szólni. Nem nagyon szoktuk megtenni, sem én, sem a múltban, akivel ilyen volt. Nézd, ha az ember leül, akkor úgy gondolja, hogy megbeszélje, úgy gondolja, most akkor el fogom mondani ezt, meg ezt, meg ezt. De nem, egyáltalán nem lepődik meg a másik, legalább a felén. Nem azt mondom, hogy vádaknak, hanem a felsorolt problémáknak. Tehát amit bennem lát a párom, és leültünk megbeszélni, annak a, mondom, mondjuk, hogyha 4 dolgot mond, ez egy viszonylag jó eset, hogy csak 4, ha 4 dolgot mond, abból 2, azt már tudom, mielőtt leültünk volna, hogy fogja mondani, vagy azért, mert őt ismerem, vagy azért, mert egyet is értek vele. Csak ugye nem vagyok mindig elég figyelmes. Másik 2 általában újdonság, de az ilyen megbeszélés, hogyha nem az a cél, hogy szitával lőjem a másikat, hanem az a cél, hogy tisztázzak mindent, és hagyja, hogy elmondjam én is az én problémáját ővel, és ő is meg tud lepődni egy-kettőn, mert volt, amit sejtett, vagy tudott, volt, amit meg most hall először, annak azért lehet eredménye. És ugyanez van egyébként az előbb többször is emlegetett vízilabda csapaton belül, tehát azért minden hibáján, tehát egy center lassan úszik vissza, az elmúlt 125 évben a vízilabdában ez így van. Van, aki gyorsabban, van, aki lassabban, de az a normális. Most a centernek ezt a fejéhez vágni, ez ő neki nem egy nagy hír, oké, jobban fogok figyelni, majd külön edzek rá,
és akkor mit tudom én, elkezdik gyűrni edzésen a kapu előtt, amikor jó elfelel, azt mondják, hogy sipol az edző, teljes erővel a túlsó kapai ússzál végig. Megcsinálod ezt ötször, akkor a meccsen, amikor ez előfordul, eszedbe fog jutni, hogy milyen jól csináltad az edzésen, gyorsabban fogsz visszajönni. Tehát erre van módszer, csak azt mondom, a center az azon fog meglepődni igazából, hogy azt mondják, hogy kiharcolod az emberölnyt, és képtelenek vagyunk neked odaadni a labdát, mert ünnepled magad 20 másodpercig emberölnyben, hogy te szerezted meg az emberölnyt, lehet, hogy várnád a paszt, mert te vagy üres, és két méterről belőnéd. Ez és ez van. Meg egy újdonság neki. Na most itt a párkapcsolatban is az van, hogy tudom a hibáimat, most a fejemhez vágták, hát ezt meg nem tudtam. És hogyha belegondolok és elhiszem, akkor az már lehetőség arra, hogy rendbe jöjjön. Képzeld el, ez a fejemhez vágták. Nagyon sok ember, amikor leülnek ilyen komoly dolgokról beszélgetni, tehát az egyik fél részéről elképzelhető a megsértődés, és ilyen-olyan indulat, meg a mutogatás ténye, ami a kölcsönös kommunikációt nagyon-nagyon megnehezíti, hogy az békés is maradjon. Mert egy békés, konstruktív megbeszélés. És amikor ezzel konfrontálódtam, hogy hát a legtöbb ember azért könnyen, gyorsan beszél az időjárásról, a politikáról, a pénzről, stb., de amikor ilyenre sor kerül, akkor akár, akkor ott aztán nagy ez a fékezés van, és azt szoktam javasolni, hogy ha mind a két fél kölcsönösen szeretné rendezni, írjanak egymásnak egy levelet. Nekem volt ilyen. És összefoglaltam e-mailben a problémákat. Akár. De a megbeszélés az úgy történjen, hogy figyelj, írtam neked egyet, én is írtam neked, csere, beszéljünk erről egy hét múlva. Világos. Tehát, tudod, és leülsz egyedül, elkezded olvasni, nem kell, hogy védekezzél. Persze, magadba vagy. Magadba vagy, és akkor először úgy van a egy papírnak... Van leülepedjen. Meg a papírnak mondogathatod, a kurva anyád basszájba magadat, nem emlékszel arra, hogy? De akkor rájössz arra, hogy a következő sorban igazam. Majd elmúlik egy nap, újra elolvasod, mert hát egy hét az egy hét, és akkor második nap észreveszed azt, hogy azt turbozni. Hát én tényleg akkor lusta voltam, és leszartam a fejét. Ő meg észrevette, és ezt úgy érezte, hogy én nem segítem, nem tisztelem, nem becsülöm. Na és akkor, amikor ilyenkor egy hét után leül, vagy egy adott idő után leül valaki beszélni, már rögtön egy konstruktív ötleteléssel jöhetnek, mert ezen már túl vannak. Hát meg a 80%-át egy hét alatt megemészteted és elfogadtad, maradék 20%-ot kell csak megbeszélni, amivel esetleg egy hét után sem értesz még egyet, vagy esetleg a másik nem tudja azokat az okokat, amiket ha most elmondasz, lehet, hogy még ott is közös nevező lesz. Hát pontosan, ez... mert hogy fáradtan hazajöttél, és el mögött mi volt, hogy... Nem is könyvet belőle? Mi? Erről? Szóval... Igen, szóval én azt gondolom, hogy mindig mindenre van megoldás, és mint ahogy az elején felírtam azt, hogy az érzelmi szempontból is felnőni, tehát hogyha valaki felismeri, hogy ott van tennivalója, akkor ezeket ilyen nagyon egyszerű módszerekkel meg lehet tenni, és hogyha a hölgypartner azt tapasztalja egy pasi részéről, hogy a pasi erre nyitott, és mindezt nem egy süti mellett, a barátnője mellett beszélni meg, barátnőjével beszélni meg, a pasi tudta nélkül, hanem az érintett, mert általában ez így történik, és akkor közösen szidják a kontrapartnert, hogy az egyiktől, de ezt is annyiszor végignéztem, ez kb. Úgy néz ki. Ennek az egésznek egyetlen komoly feltétele van, és azt még ugye nem mondtuk ki, hogy mind a kettő megoldást keresse, a közös megoldást, nem pedig csak a magyarázatot arra, hogy egyébként ez már miért lett véglegesen. Mind a kettő szeretné az egykori szeretettel vagy szerelemmel teli kapcsolatot megmenteni. Újraépíteni, így van. Ez akkor működik, mert ha nem, akkor ez csak egy adminisztratív lépés a végső nemhez. És nem mindig történik úgy, hogy a két fél egyformán szeretné, szeresse megmenteni. Igen, de ezért kezdtem úgy, hogy tudod, hogy mind a két fél belátja, hogy neki 50-50%-nyi felelőssége van az egésznek a kialakulásában. Igen,
De hát ugye úgy kezdtük el az egészet, hogy elküldtek. Elküldtek. Másképp mondtad, és amikor elküldtek, akkor ez már nem zajlik le. Hát akkor már nem. Túl vagyunk. Akkor enélkül küldtek el. Hát persze. El akartak küldeni, és nem adtak esélyt arra, hogy egy nap alatt, egy óra alatt, egy hét alatt, pontosan, valamennyi idő alatt megmentsétek együtt a dolgot. Én voltam ilyen szituban, nem sokszor, de egy párszor voltam, és az első reakcióm az elsőnél, tudod, ez a klasszikus, kurva anyád, menj a picsába, bebaszás, meg mutogatás, a többi, meg vigasztalás, ilyen-olyan dolgokkal, csajokkal is akár. Persze. Ez a tipikus, klasszikus tüneti kezelés. Igen. És második alkalommal, sok-sok év után, amikor ez bekövetkezett, elfogadtam. Mondjuk az komoly büntetés a partnernek, hogyha egy szóra elfogadod. Figyelj, nem volt ez így, hogy most így elfogadtam, mert azért volt ott egy ilyen önsajnálat is volt, meg stb. De relatív gyors. Gyors felismerés, tehát nem tartoz, kb. Kb. De hála Istennek mellette tudtam dolgozni, és egyetlen egy ember volt, biztos én is kialakítottam különböző videkezési mechanizmusokat, egy betegen vette észre, hogy valami bajom van, valami nem stimmel velem. Tudod, mi az érdekes? Ilyenkor az előbb most utaltál a munkára, tudtál dolgozni. Jó, most a munka az, neked mondjuk nehezebb. De én bármikor ilyen helyzetben voltam, a munka volt az, ami mindent elsöpört, mert akkor csak arra koncentráltam, és megszűntek a problémáim. De nem tudsz 24 órát dolgozni egy nap, és aludni se tudsz, hogy a problémáid pontosan vannak. Előbb-utóbb tehát valamikor megkapod a pofont nap, mint nap. Előbb-utóbb konfrontálódsz, amikor hazamész a kecóban, stb. Nézed a plafont. Kinyitod az ajtót. Negyedik napja tésztát főzöm, mert az van meg leghamarabb. Igen. És akkor eszedbe jutnak a különböző egyéb dolgok, hogy mi volt két héttel ezelőtt, de egyszer megpróbáltam vele beszélgetni, felhívni a figyelmét bizonyos dolgokra, nem hallott meg, és az elfogadással meg bekövetkezett az, hogy azt is tiszteletbe tartottam, hogy ő erről nem akar beszélni. Meg azért úgy könnyebb elfogadni, hogyha te is látsz visszamenőleg általad nem kedvelt, preferált szituációkat, esetleg bőséggel, akkor az jobban tudsz kapaszkodni. Nem ahhoz, akartam, hogy könnyebben fogadjál. Nem akartam kapaszkodni, mert tudod, én megtanultam addigra, mert tudod, ez mind a klasszikus ilyen tájog. A tájogot, az, hogy a kedves nézők is értsék, az azt jelenti, hogy van egy kötőszövetes réteg, relatív vastag kötőszövetes réteg, és benne geny van. Na most ezt kétféleképpen lehet megoldani. Az egyik megoldás az, hogy én elkezdem piszkálgatni, kapargatni a szélét, eltart elég sok ideig, és annyira nem fáj, és akkor előbb-utóbb időfaktor, fél év, egy év, stb. Kifakad. Előbb-utóbb. Vagy a másik, és én a személyiségemből adódóan ezt kedvelem, hogy fogok a legélesebb szikét, és tudom, hogy fájni fog. De azt is tudom, hogy a nagy fájdalom után jön egy felfelé ívelés, mivel már többé nem fáj, meg nem feszít, nem nyom, és akkor rávágok. Hát rávágsz, kiömlik, kifordul, szépen kívülre kitisztul, kerül, kitisztul. És úgy gyógyul be, hogy a belső fala is leválik a seben keresztül, és eltűnik, így van. Van még egy köztes, de az meg ilyen időleges, leszívják, megszűnik a nyomás, de visszaalakul sajnos. És bent marad az a kötőszövetes burok, ami ugye feltétele annak, hogy újból megtenjen. A bacillus újra savóval megtelik, az újra elgenyesedik, stb. Az a átmeneti. Igen, tehát én meg szeretem az intenzív érzéseket. Radikális megoldásokat. Az intenzív érzéseket. Hát ez az. Nekem a honom alatt volt valami hülye ilyen illateszköz alakított ki, amiben állítólag az alumínium hordozó rész, és az alakított ki egy ilyen mitő kis borsonyi kis tájogat, de rohadtul fájt, mert rossz helyen volt, és megboldogult sebész barátom, ahogy te mondtad, rávágott egyet, bekötötte,
mondta, hogy két napból vegyem le, és attól kezdve sebhintőpor kiszárítja, kitisztítja, kilöki a maradék elhalt szöveteket, szavasz, és így is történt. Hát én most már, mivel falun élek egy jó ideje, és hogyha valami begyűlik az ujjam, akkor én egy nagyon ősi mutatványt veszek elő. Paradicsom? Igen, ezt is múltkor egyik sebész barátom, fogorvos barátom mesélt, hogy nem, pálinka, igen. De nem belülről, hanem kívülről. Tehát beáztatom, úgyhogy szétáztatja a pálinka. De... És egyszer csak kifertőtlenítem. És akkor nem, amikor annyira szétázott, hogy a szövetek puhák, aha. Na akkor jön ugyanez. Akkor kivágod. Uh-huh. Akkor fogom, és akkor izomból rától kinyomom, uh-huh. Utána újra pálinka. És, mert a és pálinka, az utolsó pálinkát meg megiszott. Ezt nem iszom meg, mert el van zsibbadva a fejem, tudod, a fájdalomtól. És akkor akárhányszor ezt csináltam, sokkal gyorsabban begyógyult, mint mással. Tehát valószínűleg a személyiségemből fakad ez a radikalizmus, ahogy te mondod. Láb körömvágásnál van, hogy a körömágy megsérül, elkezd fájni, kicsit befertőződik, na arra tényleg tökéletes a paradicsom. Egy nap alatt kiszippantja. Az biztos. Valahogy. De a paradicsom jelen esetben lehet az is, hogy kimondani, nem elfelejtve önmagam felelősségét egy adott érzelmi szitúban, mert ha valakivel akár 10 évet vagyok együtt, akkor nem véletlenül vagyok vele együtt annyit. Van egy rossz hírem. Mennyi volt a leghosszabb? Nekem? Hát 19 nem. Leghosszabb 8-9. Hát az is, az se kevés. Nem, én nekem általában hosszú kapcsolataim voltak, de neked van egy rossz hírem. Letelt az 1 órát. Képzeld. Haza kell menjek. Látod, milyen jót dumáltunk. Apai családfői kötelességei. Igen. Igen, de hogy ezért mondom azt, hogy a konfliktusokat, meg bármit, hogyha kölcsönösen tiszteljük egymást, akkor ezt le lehet fektetni, meg lehet beszélni. És aki ezt nézi, mert most két pasi beszélgetett itt egymással, hogy mi pasik is képesek vagyunk erre. Persze nem értettünk mindenben egyet, de meg tudtuk beszélni. Igen, és a kedves hölgyek is, hogyha azt gondolják, hogy a férjükkel ezt nem lehet megbeszélni, lehet, hogy nem a megfelelő szavakat használták, lehet, hogy nem írták le, lehet, hogy vádaskodtak, lehet, hogy a fejükre öntötték azonnal. Hanem... Az, hogy túl sokat vártak, amiről már volt szó, és akkor már ugye egyre nehezebb, tehát nem szabad sokat várni. Játékosnál sem sokáig rosszat csinál, az annyira részévé válik, hogy sokkal nehezebb lesz később arról leszoktatni. Dénes. Köszönöm. Szép estét nekem. Köszönöm. Vigyázz, vigyázz magadra, te is. Én meg folytatom. Na, kedves urak, hölgyek, Kemény Dénes, szövetségi kapitány volt. Valóban beállítom a mikrofonomat. Na, hát akkor nézzünk, miből élünk. Az elvált apára visszatérve, hogy a kisfiam lelkileg sérül azáltal. Tudja ez? Ugye megnézem, hogy mit akartam. Jó, megvan a mikrofonom. Jó, ég. Szóval, általában a legtöbb szülő nem tudja, hogy amíg bekövetkezik a válás ténye, addig a gyerekek általában nagyon sok mindent éreznek, amit nem tudnak, nem tudnak kifejezni, de érzik azt, hogy a két szülő háborúzik. Tehát a gyerekek mérgezése nem akkor kezdődik, amikor elválnak a szülők, hanem előtte sokkal-sokkal azelőtt, amikor a két szülő között megszűnt a kölcsönös tisztelet, de nincsen kölcsönös felelősségvállalás abban, hogy ezért mind a ketten hunyók, és éppen ezért ezt a belső feszültséget elkezdik kisugározni. Elégedetlenséget, haragot, dühöt, szitkozódást, fellobbanást, hisztit, sorolhat, békétlenséget, talán ez a legjobb szó. A belső békétlenséget a gyerekek mindig megérzik. És nem értik. És képzeljék el, kedves nézők, a tapasztalatok szerint, amit én láttam eddig, kétféle reakció van, az egyik az introvertált reakció a gyerekek részéről, a másik az extrovertált.
Az extrovertált az úgy néz ki, hogy a gyerek elkezd verekedni, balhézni az iskolában, dohányozni, kifesti a körmét, extravagáns ruhákba öltözik. Ha ilyen szitu van, ne felejtsük el, ilyen szitu van, és akkor persze azt mondja a szülő, nem elég, hogy bajom van a másikkal, hanem még a gyerek is csinálja nekem a balhét, és nem veszi észre, hogy a gyerek csak reagál egy nagyon régóta tartó hazugság hullámra. És ő ezt így próbálja valahogy tünetileg lekezelni, kidobni magából a feszültséget. Az introvertált is épp olyan gáz, mert az introvertáltnál az következik be, hogy az illető kölök elkezdi azt hinni, hogy ezért ő a hibás. Na, az, hogyha ez sokáig tart, akkor ez kronicizálódik, krónikussá válik, és ezt feloldani majd egyszer, hú, hát az egy kőkemény mutatvány. Van egy telefonáló, kezét csokkolom, jó estét kívánok, vagy jó estét. Halló? Halló. Akkor egy úrral beszélnek. Jó estét kívánok. Jó estét, uram. Úristen, egy csúszik, oké. Na, mindegy. Az a érdekes, doktor úr, hogy én most össze-vissza fogok beszélni, mert nem baj. Kicsit szakadozottan hallom. Na, tehát mondom, egy kicsit össze-vissza fogok beszélni, mert egy kicsit meg vagyok leködve. Miért fog össze-vissza beszélni? Azért már nekem ez nagy dolog. Mi? Hát már például bekerültem középsuliba, még annak idején. Hány éves most? Most vagyok 20, tehát már végeztem. 20 éves? Kivel lakik? A szüleimmel. Szüleivel. Mit csinál? Mivel foglalkoznak a szülők? Hát az most nem lényeg, az a lényeg, hogy dolgoznak. Jó. Meg hogy én most kezdtem a dolgozást, tehát a pályakezdést, a munkát. Azt elmondhatja, hogy mivel foglalkozik? Hát szakmunkás vagyok. Szakmunkás. Barátnő? Nincs. Miért? Hát, mert féltem tőlük, vagy nem tudom, hogy be voltam tőlük szarva. Az a furcsa, hogy minden lányjal el tudtam beszélni, de akivel úgy akartam, akkor ott meg beszartam. Aha, képzelje ezt, szaknyelven ezt úgy hívják, hogy... Tudom, puha pöcs. Nem téven, persze, ez a puha pöcs. De félelem a kötődést egyrészt. Nem már. Pedig mit nekem már? Pont az lenne a jó, hogy kötődnék. Hát de, várjon. A félelem a kötődéstől, nézzük, mi van. Hogyha én elkezdek kialakítani valakivel egy kapcsolatot, akkor két lehetőség van. Az egyik lehetőség, hogy összejön, a másik lehetőség, hogy pofára esek. Így van? Igen. Vagyis, hogyha pofára esek, akkor az fájni fog. Így van? Igen. Tehát félek az esetleges fájdalomtól, ezért lezárom magamba azt is, hogy összejöhet. Igen. Tudom, de akkor tehát, meg érdekes módon ez nem jut eszembe. Hát azért, mert el van foglalva azzal, hogy úristen, nehogy kipicsázzanak. És akkor mi van, hogyha kipicsázzák, kedves uram? Meséljen már. Semmi. Akkor megy tovább. Ha 20 évesen, ön előtt áll az élet, és előttem is, mondjuk nekem most jön a második, a B oldal, a következő 45 év, de ez most annyira nem fontos. Tehát, kedves uram, az egy dolog, hogy ön definiálja, hogy puha pöcs, de nem ez a lényeg, hanem egyszerűen fél az életben jelentkező fájdalmas dolgok elfogadásától és megélésétől. Na, az biztos. És ezt tapasztaltam is, és az az érdekes, hogyha szabad mondanom, hogy egyik pillanatban meg így duzzadok, így tényleg hát, azt értem, amíg nincs fájdalmas megmérettetés lehetősége, abban a pillanatban összeszarja magát. Tehát ez nyámnyil a csávó. Hát, igen. De az a jó, hogy ezekre jövökre, és ezért telefonáltam, hogy olyan, hogy jövök rá ezekre, és csak
most így nézem az rá, és aztán úgy megnyugszok, hogy vannak ezek a hullámvölgyek, meg minden. Csak nekem még ezek még egy kicsit, nem kicsit, hát sőt, nehezebb. Hát. Nem hullámvölgyek vannak, még mocsár van, bassza meg. Akkor az, mit tudjam. Hát miről beszél? Hát egyelőre még szopatja saját magát. Ahelyett, hogy azt mondaná, hogy Facebookon rajta van? Vagy az Instán? Rajta. Hát és nem tud egy kicsit szörfölni, megnézegetni, hogy ne ez a csaj, ez tetszik. És ráír. Hát mi lehet? Az egyik az, hogy azt mondja, ó, ezt a paraszt bunkót, aki rám írt, és soha többé nem válaszol. Vagy. Miért nem csinálja? Most úgyis online világ van még egy ideig. Hát ez biztos. De hát mondjuk holnapig már feltehetőleg már 10-kor mehetünk haza. Vagy 10. Tényleg? Hát állítólag 2,5 milliónál változik minden beoltottság. Na. Na, kedves fiatal úr, mennyire tudja azt, hogy a törvény nem ismerete senkit sem mentesít? Az előbb is mondtam. Ismeri ezt? Ismerem, igen. Ismerem. Tehát, na most nézzük azt, hogy önnek megtetszik egy hölgy, de mivel fél a kötődéstől, és a fél az esetleges pofáreséstől, ezért ön nem csinál semmit, hanem esetleg fejbe molyol. Ugye? Igen. Na, a fejbe molyolás kialakítja, önmagának köszönhető, kialakítja a bűntudatot. Mert abban az éles helyzetben nem merte meglépni. Igen, igen. Ön maga egyedül ül most a szobában? Egyedül. Na, el akarja játszani azt, hogy ez hogy néz ki, amikor ott a lehetőség nem teszem meg, hogy ez mit eredményez önnél? Eljátsza nekem? Mit? Hogy, mit nem szeret játszani? Igen. Elmondanék valamit, ami önben ki fog váltani egy érzést, és, de ez egyenértékű azzal a cselekedettel, amikor látok valakit, és nem teszem meg azt, amit érzek. Hm? Eljátsza? Így. Hallani fogom, hogyha eljátszotta. Tudja, miről lenne szó? Elmondhatom? Igen, tessék mondani. Ez úgy néz ki, hogy nem tettem meg, és utólag verem fejbe, vagyis a falba a fejemet, hogy mekkora hülye vagyok, mi lett volna akkor, hogyha én ezt kimondom, hogyha most ön saját magának lebaszna egy pofont. Hogy halljuk. Halljuk. Hát nem fogok lebaszni egy pofont, de egyébként ezzel a gondolattal már eljátszottam. Na. Kedves uram, hogyha nem baszik le magának egy pofont, akkor nem fog változni. Ja, igen. Akkor nézzük, hogyha ön azért hívott fel, mert változtatni szeretne önmaga életén, akkor most azt játsszuk el, ha lát egy csajt, nem megy oda, az egyenértékű azzal, mint a, hogyha lebaszna magának egy pofont. Érti meg? Értem, vágom, értem csak. Akkor basz. Ha, mi? Jó, basztam. Hallatszott? Nem, ez egy puha volt. Izomból egyet. Na, most. Na. Tükör van kéznél? Van. Nézzem bele. Hát, eléggé lagymatag szar, piros-vörös állapot. Vörös az egyik fél? Egyik fele vörös? Igen. Jó. Tehát kinek köszönheti ezt, hogyha... Magamnak. Pontosan, kedves uram. Fájt a pofon? Fájt. Na most képzelj el, ez az egyik lehetőség, hogy önmagunknak okozunk fájdalmat azzal, hogyha nem tesszük meg éles helyzetben, amit fontosnak érzünk. Ezt érti, ugye? Úristen, értem, csak miért mindig ilyenkor kell rájöjjek? De mindig rájövök, csak olyan komikor helyzet van. Hát éppen ezért kértem, hogyha most lebaszna, vagy lebaszott volna saját magának egy durva nagy pofont, akkor legközelebb, hogyha lát egy szép csajt, hát ha eszébe jut ez, hogy a Csernus az mit is csinált. És akkor oda megy.
és vállalja azt, hogy esetlegesen a csaj azt mondja, igen, vagy nem. De ez azt jelenti, hogy megtett mindent. Érti már a csíziót? Értem. Hogy érezte magát, amikor önmagának leütött egy pofont? Milyen volt? Hát megérdemeltem, mondjuk. Az egy dolog, de milyen volt? Ja. Milyen lenne? Jó vagy rossz? Rossz. Rossz. Akkor miért pofozgatja ön saját magát, kedves uram? Hát mert olyan... Ahelyett, hogy élne. Hát igen, igaz. Jóban, rosszban? Örömben, fájdalomban? Hú. Mi van? Semmi, csak... Az a durva, hogy ezekre rájövök, és megcsinálom, csak nem mindig. Pont ezért hívtam. Akkor hajrá! Ha megcsinálom, hol nem. Nem. Amikor, kedves uram, amikor szívből csinálja, hídből csinálja, akkor a következő pillanatban, hogyha előző nap megcsinálta, hogyha szájából segget csinál, akkor az nem igazi motiváció. Aha. A szívből jövő motiváció az konstans, állandó. Mert tudom, hogy egy embernek felelek, az pedig én vagyok, hogy este nyugodtan tudjuk a tükrömbe nézni. Igen, igaz. Vagyis önmagamnak tartozok elszámolással, senki másnak. Még nem döntött el, kedves uram, hogy szívvel, lélekkel cselekedne. Aha, értem. Aha. Hát jó, tudom, csak... Akkor pofozgassa csak saját magát tovább. Hát jó, akkor nem. Jó, mindegy. Nem mindegy. De. Egy hónap múlva kb. Csörögjön rám. Jó, na, alig várom. De, kedves uram, hogyha nem hallom a hangjában az erőt, akkor le fogom akkor tenni. Akkor segget csináltam a nem, tápon. Le fogom tenni. Mert nem szeretem jó. Azokat az arcokat, akik nem cselekszenek, hanem csak szövegelnek. Ha a saját idejüket erre akarják pocsékolni, csinálják. De ne vegyék el másoktól az időt. Jogos? Jogos. Pont ezért hívtam. Szép estét. Pont. Egy hónap. Kérdés? Halló? Elment az úr. Na, meglátjuk egy hónap múlva visszatérre, de hát kedves urak, amikor nem teszem, hölgyek, amikor nem teszem meg, hát ez egyenértékű, hogy önmagamnak bizony lebaszok egy nagy pofont. És persze utána lehet sírni Réni, hogy milyen hülye vagyok. Na, ennek az apának, ettől kezdtem el beszélni erről. Tehát, hogyha kis türelmet a kedves telefonálótól, hölgy vagy úr, kezét csokkolom, jó estét. Halló? Halló? Jó estét. Kezét csokkolom. Kedves hölgyem, éppen egy megválaszolásban vagyok, egy kérdés, mert arról van szó, hogy van egy elvált apa, aki attól fél, hogy a kisfia lelkiekben sérül, amikor a láthatás során visszaviszi édesanyjának. Ön szerint mi a jó megoldás ilyenkor? Hát én nem feltétlenül beszélnék a gyerekkel, mert szerintem, hogyha ugye az apával van egy ilyen nyílt kommunikáció, az biztos segít neki, és egy látszik, hogy nem feltétlenül erős mindig az ő édesapja is. Igazából. Ez szerintem, hiába, ha fiú, ha lány a gyermek, akkor is tud neki segíteni. Uh-huh. Hogy ugye, az adott nemi sztereotípiáknak, ugye. Hú, Magyarországon. Milyen szofisztikált szavakat használ? Mivel foglalkozik kisasszony? Ah, én 20 éves vagyok, és egyetemista. Londonban tanulok kultúra, kritika, kuráció szakmát. Fú, Londonban. És milyen kint London, jó? Hát
Én nagyon szeretem, én mindig itt akartam élni, szóval nekem így eléggé tetszik maga tehát a kultúra. Tehát ez rendben van, nagyszerű. És 20 évesen hogy érzi magát a bőrében? Nagyon jól. Napjaimban főképig. Nagyon jól. Miben segítettek, kedves kisasszony? Igen, egyetlen egy ilyen problémám van, mert ott is most már kb. Rájöttem arra, hogy mit fogok tenni, csak azt nem tudom, hogy hogy kellene. Nekem van egy 2,5 éves kapcsolatom lassan, ami eleinte egész jól indult, hiszen mivel én most már Londonban élek, ez egy távkapcsolat. Szóval egyre több probléma van benne, hogy ami együtt éltünk egészen augusztusig, és akkor a fiú, akivel én együtt vagyok, ő, mikor hazaköltözött a szüleihez, én viszont már elég régóta egyedül élek, szóval, hogy nekem ez is egy ilyen. Szóval érzek egy nagyon nagy különbséget köztünk, hogy én egyetemre járok, és én így dolgot gondolom, amit szeretnék elérni, még ő így a szüleivel él jelenleg. Kérdezhetek valamit? Igen. Az úr épp ilyen nagy tempóval beszél szofisztikáltan, mint ön? Nem. Megvan, hogyha belegondol arra, a három szóra érti ezt, hogy intellektuális közös nevező, ugye? Érti? Igen. Érti? Igen, persze. Százas skálán ez hanyas önöknél? Jelenleg szerintem ezt egy 40-re tenném maximum. 40. A 60%-át hogy hívják ennek a skálának? Mit gondol? 60. Még, számomra még az is egy ilyen közepes érték, azt sem elég. De ön nem ezt a 60%-ot minek hívja? Nem tudom, ez semmi. Érti, hogy miről van szó? Tehát 40% közös nevező, 60% az mi? Semmi. Kb. Számomra. Semmi, dehogy semmi. Ezt hívják frusztrációnak. Igen. Vagy nevezzük elégedetlenségnek? Igen, ezt találom. Ön szerint, hogyha valaki, akkor tovább viszem, hogyha valaki 40%-ban tud a partnerére felnézni, ez mennyire lesz elég? Mit gondol? Hát egyáltalán nem elég szerintem. Tehát kedves kisasszony, mi is a kérdésem? Mert nem értem. Igazából ez a tanács kérdésem, hogy jelenleg én így elhatároztam magam, hogy ezt így nem igazán lehet folytatni, de most itt társadalmi vagyunk, és hogy egyáltalán hogy lehet ezt megmondani, nem személyesen. Magyarul. Magyarul. Én azt mondanám, hogy figyelj ide, drága Peti, beszélhetünk egyet, mivel én itt vagyok Londonban, nem tudok hazamenni, te otthon vagy, csetelhőt, ez a valamelyik, mit tudom én, Skype, Viber, stb. Na, figyelj ide, drágám, imádlak, szeretlek 40%-ban. Szerintem egyébként ez már az ő oldaláról sem több, mert én nyáron volt egy ilyen vitánk. Nem ez a fontos, nagyon... kedves kisasszony, már megint mutogat. Ön nem mutogatok, inkább magamra, hogy igazából ez már régóta nem volt jó, és én mindig mondtam, hogy jó, ez az utolsó, és most már tényleg tehát, nem lehet kedves tovább, kisasszony, ki volt a fasz? Szembe köptem. Hát én mindig itt szembe köptem magam. Ki volt a fasz? Na, hát akkor úgy látszik, jön még egy pofon. Na, kedves kisasszony, ott Londonban lebaszta magának egyet? Pofont. Hát, jó. Megköszönöm, csak kiveszem a fülhallgatom. Legyen sziasztok. Kedves, azt ma. Ne törje össze. Hallottad? Hát ez egy nagyon puha kicsi volt. Na, még egyszer. Ez nem is volt kicsi, ez tényleg, de hát akkor még egyet. Na. Áó. Most esetben most nem akarom tovább ütni. Hát igen, a második már főkép. Na, három. Ez még most is. Ön magyarból van? Magyar, magyar csaj? Én inkább mondanám magam egy ilyen európai ember. Jó, hagyjuk már a rizsezést. Magyarországi magyar? Én ott születtem, igen. Nagyszerű. Akkor Magyarországon van a három a magyar, mint a Ludas Matyinál. Na, még egyszer. Jó.
Meg volt ez is. Na, mi ebből a tanulság? Hát igazából ezt csináltam eddig is magammal, csak ugye pontosan nem erről van szó, kisasszony. Amikor jön az első intő jel, és ön nem tartja tiszteletbe az intellektuális közös nevező, hogyha jót szeretne magának, és egy szép párkapcsolatban élni, a 100%, nem 40. Igen. És a 60% az azt jelenti, hogy megállás nélkül pofozza magát, és ez azt eredményezi, hogy el fog torzulni a feje. Ezt akarja ön magának? Nem, természetesen. Akkor mi a kérdés? Mert nem értem. Mert ön tudja a választ. Lehet, hogy inkább csak valami megerősítés kellett, mert ugye... Na, jó volt a pofon? Hm? Fizikálisan. Nem, mert még mindig fáj. Hát persze. Hát de ezt ön csinálta saját magával, nem? Igen. Képzelj el, a legtöbb ember mondhatja azt is, hogy ez a szemétcsernus milyen, mert hogy rá kényszerítette a másikat, hogy a másik megpofozza magát. Hát ez a saját döntésem volt. Pontosan erről van szó, kisasszony. Látja, és tudja ez miért van? Miért csinálta ezt az önpofozást? Valószínűleg az, hogy így tényleg így átélje, mint fizikálisan is azt, amit... Nem a pofonról beszélek, hogy ami a pofon hátterében van, amikor hitegette magát ezzel, azzal, amazzal. Tudja ez miért van? Szerintem egy olyan képet képzeltem el, amikor így összejöttem ezzel a fiúval, ami nagyon hamar kiderült, hogy nem ő. De én annyira görcsösen ragaszkodtam hozzá, hogy így inkább folyamatosan fájdalmat okoztam magamnak. Csak hogy ne kelljen belátni, hogy... Igen. Igen, teljesen igaza van, de mi van még mélyebben? Mit gondol? Hát egyfajta ilyen gyávaság is, mert nem csak, akartam... Igen, ez, ön ezt átlátja. Mi van még? Nem csak gyávaság van. Mondhatom? Persze, igen. Szeretetészség. Igen, az valószínűleg így nagyon sokáig volt, és most, hogy már így kezdem tényleg így összeszedni az életem, nem is tudom, hogy fogalmazok, így most már látom egyre inkább, hogy ez erre nincs szükségem, mondhatni. A szeretetészség miatt hitegette magát és pofozgatta magát, hogy az az érzés nem jó érzés, és ebből lesz valami, mert akkor lesz valaki, aki engem szeretni fog. Miközben érzékelte, hogy 40%-ban van csak meg a közös intellektuális nyelv. És ennek az összes hozadéka. De ahogy elkezdte oda tenni saját magát önmaga életébe, elkezdett kinyílni a szeme, és a belső frusztrációja, mivel 60% az jelentős frusztráció, jelentős önpofozás, eközben emiatt ti belső elégedetlensége fokozódott. Ezért hívott fel. Igen. Hogy érzi magát, kisasszony? Hát úgy, hogy rájöttem új dolgokra, szóval hogy alapvetően egy jobb érzés, meg örülök, hogy felhívtam, mert így egészen gondolkodtam rajta, és azt nem hallgattam az adást, csak így jó-jó, akkor telefonálok, és ez egy ilyen, szerintem így segített így az önbizalmamon is egy picit, hogy most tényleg, már tényleg áll. Miért hívott fel engem 20 évesen? Miért pont engem? Hát barátaimmal nem akartam ezt annyira, most a barátommal, a fiúval, akivel így ezt meg fogom beszélni vele, most pár napja nem igazán kommunikálok, mert hogy ő elvileg azért szomorú, mert én visszajöttem Londonba, pedig mikor otthon voltam Magyarországon, sem találkoztunk 3 hónapig. Szomorú neki... a srác, képzelje kisasszony, ezt hívják érzelmi manipulációnak, mert a pasi ezzel manipulálja önt. Na, baszol le még egyet? Na, nem akarok most. Ah, nem akar? Nagyszerű, látja kisasszony. De én mindig fáj az előző 3, de hát akkor megcsinálom. Teljesen igaza van, mert az önkezében van a megoldás, amikor azt mondja, hogy nem szeretnék több pofont adni önmagamnak. És átlátom, hogy a szegény srác szomorú, tehát manipulál engem, de én nem fogom hagyni. Igen. Igen, szerintem én ma beszélek is vele, vagy őket is megkérdezem, amit szeretne beszélni. Na, ez egy bölcs dolog, kisasszony. Figyelj ide, kedves
Peti, Józsi, bárki, Márk, van időd velem beszélgetni? Holnap, tiszta fejjel. Mert fontosat szeretnék elmondani. De hogyha úgy érzed, hogy van rá energiád, akkor most is beszélhetünk, mert kisasszony, nagyon-nagyon fontos egy dolog. Amikor ilyesmit eldönt, hogy tiszta, nyugodt fejjel tegye meg, mert a legdurvább, amit megcsinálhat, egy újabb pofon, vagyis amikor a szájából segget csinál, és megsajnálja a srácot, és akkor esetleg visszakúszik hozzá. Hát ez volt nyáron, amikor ő konkrétan elmondta, hogy már így nem szerelmes belém, meg hát nagyon csúnyán átvert engem a barátaival együtt. És akkor így mondtam, hogy jó, akkor ez a vége, de aztán így pont ez volt, hogy megsajnáltam. Hát kedves kisasszony, elég régóta pofozgatja magát, nem gondolja, hogy elég? De. De. Hát azért ennél sokkal jobb is van. De csak akkor lesz jobb, hogyha először önmagát azzá teszi. Hát én úgy érzem, hogy most már hát sokkal inkább fejlett önbizalmamban, meg így összeraktam magam, mint így bármikor eddig, szóval. Majd elválik, kisasszony. Nem a szavak beszélnek, hanem a tettek. Vigyázzon pontosan magára. Ön is, szép estét. Önnek is, kezét csokolom. Urak, hölgyek, 8:30. Véget ért a mai műsor. Vigyázzanak magukra, szép estét, jövő héten itt vagyok.